Tisztelt vendégeink, rektor helyettes úr, elnök asszony, intézetigazgató úr, elnök úr, kedves oktatóink, hallgatóink! Sok szeretettel üdvözlök mindenkit az OTDK eredményünneplő rendezvényén. Intézményünk több éves hagyománya, hogy köszöntjük a díjazott hallgatókat és témavezetőiket. Noha a 32. Országos Tudományos Diákköri Konferencia hivatalos zárása csak 2015. novemberében esedékes, az oktatói és hallgatói kitüntetések odaítélésétől eltekintve a nemes versengés lezárult. Eljött tehát az ünneplés ideje. És okunk is van rá, hiszen intézményünk hallgatói kiválóan szerepeltek és éremesővel tértek haza az OTDK megmérettetéseiről. 150 pályamunkával neveztek főiskolánk hallgatói, akik 27 helyezést értek el, 13 első, 8 második, 6 harmadik helyet, illetve 13 külön díjat érdemeltek ki 10 szekcióban. Ennyi dióhéjban az adatokról. A további értékelésre, illetve a megjelentek köszöntésére felkérném dr. Reichmann Angelikát, a Főiskola Tudományos Diákköri Bizottságának elnökét. Tisztelt rektor helyettes úr, tisztelt tanszékvezetők és intézetigazgatók, kollégák, TDK elnökök, témavezetők, és végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, tisztelt díjazott hallgatók. Nagy örömmel szolgál, hogy a mai napon én köszönhetem önöket, és az első és legfontosabb tisztem az, hogy egy nálam sokkal fontosabb személy köszöntését adjam át. A mai napon, ha minden úgy ment volna, hogy azt tervezzük, akkor rektor úr állna itt a helyemen, rektor helyettes asszony pedig valószínűleg itt ülne a pódiumon, hiszen ezen az ünnepségen hagyományosan a legmagasabb szinten fejezi ki az intézmény elismerését azoknak az oktatóknak és azoknak a hallgatóknak, akikre az Eszterházy Károly Főiskola minden tekintetben csak büszke lehet. Sorolhatnám itt most az adatokat, de ha hallgató lennék, akkor valószínűleg nem azt szeretném hallgatni ezen a napon, hogy egy nagyszerű, felemelő, feltörekvő tendencia folytatása vagyok, hiszen ez a harmadik OTDK azoknak a sorában, ahol intézményünk 40 vagy a fölötti díjazott dolgozattal tér haza a versenyekről. Nem erről szól szerintem a TDK, és remélem, hogy azok a témavezetők és hallgatók, akik most itt ülnek a körünkben, megerősítenek ebben. Nekem a TDK annak idején arról szólt, hogy hallgatók és oktatók között különleges szakmai és emberi viszony alakul ki, amely minden tekintetben előre lendíti egy fiatal tehetség pályáját. Előre rendíti úgy, hogy abból a fiatal tehetségből egyszer talán majd PhD hallgató legyen, egyszer talán majd doktor legyen, és még inkább egyszer talán majd a kollégánk legyen. Azért mondom ezt így, mert valószínűleg a teremben lévő oktatók között is sokan vannak olyanok, akik valamikor TDK-sként kezdték a pályafutásukat. Jó magam, bizonyosan az egyik vagyok közülük, talán még kimondhatom, hogy 1997-ben a Miskolci OTDK-n vettem részt, és azóta is nagyon szép emlékeim vannak róla. Talán azt is elárulhatom, hogy az akkori írásaim nyomai még a mai napig felfedezhetők, ott vannak a doktori értekezésemben, ott vannak a habilitációs értekezésemben. Az az ember, aki akkor elindult a pályán, ma itt áll önök előtt, és logikus, szerves folytatása annak a fiatal diáklánynak, akinek annak idején fogalma sem volt arról, hogy milyen útra lépett rá. Önök talán jobb helyzetben vannak, hallgatókról beszélek elsősorban, hiszen mindenhonnan azt hallják, hogy a TDK eredményük talán, remélhetőleg egy nagyon szép művészi vagy tudományos pályafutás kezdete. És persze, amikor azzal kezdtem, hogy a TDK az hallgató és oktató együttműködéséről szól, akkor meg kell említenem azokat az oktatókat, akiknek valamennyien az intézmény is, és a hallgatók is csak hálával tartozhatnak azért, mert felismerték ezeket a tehetségeket, mert egyengetik az útjukat, és mert kellő biztatást és bátorítást adnak nekik ahhoz, hogy remélhetőleg egy fényes karrierre lépjenek. Én megköszönöm önöknek, hogy ma eljöttek, és remélem, hogy méltó módon tudjuk megünnepelni a nagyszerű eredményeiket. Köszönöm.
Köszönjük az elismerő személyes emlékekkel színesített gondolatokat. A köszöntők sorát a Hallgatói Önkormányzat elnöke, Zvara Patrik folytatja. Szeretettel köszöntök én is minden jelenlévőt. Engedjék meg, hogy elsősorban hallgató társaimhoz szóljak. Kisgyermekkorunk óta felfedező kutatók vagyunk, mióta járni tudunk, mióta megkaptuk az első piros triciklinket. Felfedeztük életünk egyik legszebb pillanatait, megtanultuk azt, hogy nem minden virág jó illatú, és hogy nem érdemes a homokozó homokját megkóstolni. Ez a mérhetetlen tudásvágy, ez a tudásvágy kísért el benneteket ide ebbe a gyönyörű szép terembe, és én csak kívánni tudom nektek, hogy ifjú kutatóként további sok szép eredményt kívánok nektek, és hogy soha ne adjátok fel. Köszönöm. Köszönjük szépen! Tisztelt vendégeink, a kiküldött meghívóknak megfelelően két előadással folytatjuk mai ünnepségünket. Elsőként felkérném dr. Papp József főiskolai tanárt, a Történelemtudományi Intézet igazgatóját, hogy tartsa meg előadását, melyben szó lesz többek között a tehetséggondozás és tudományos kutatás támogatásának új pályázati lehetőségeiről is. Tisztelt rektor helyettes úr, elnök asszony, tanárkollegák és hallgatók. Néhány évvel ezelőtt, konkrétan 1999-ben, amikor az Eszterházy Károly főiskolára érkeztem, akkor még nem tudtam bekapcsolódni a főiskolának a tudományos diákköri mozgalmába, hiszen egy nagyon kezdő fiatalember voltam még csupán. Néhány évvel voltam túl az 1997-es Miskolci OTDK-n, ugye, ahol, mint az előbb kiderült, Reichmann Angelika tanárnővel együtt szerepeltünk, csak hát ő egy egészen más szekcióban. Azt hiszem, hogy ez a TDK, OTDK, akkori OTDK és az egyetemi éveim alatti TDK kutatómunka nekem is meghatározta az életemet, és amikor az Eszterházy Károly főiskolára érkeztem, akkor tudtam, hogy előbb-utóbb nekem is ebben a tudományos utánpótlást nevelő szervezetben, struktúrában lesz a helyem. Eltelt két év, és akkor már felszedtem annyi oktatási tapasztalatot, hogy belemertem vágni abba a feladatba, abba a rendkívül nehéz és felelősségteljes feladatba, ami egy-egy diák munkájának a konzultálását és vezetését jelenti. Azt hiszem, hogy minden tanár kollega, aki jelen van és részt vesz a TDK munkában, az nagyon jól tudja, hogy rendkívül nagy felelősség van rajtunk tanárokon, hiszen alapvetően irányt kell, hogy mutassunk hallgatóink számára, tehát rá kell arra mutatnunk, hogy melyek azok a témák, melyek azok a területek, amelyben egy Eszterházy Károly főiskolára járó diáknak, a mi kutatóműhelyünkben járó diáknak megfelelő esélye van arra, hogy egy olyan TDK dolgozatot készítsen, ami országos szinten is releváns kutatásokat fog jelenteni. Hatalmas a felelősségünk abban, hogy elindítunk embereket bizonyos pályán, amely innentől kezdve célirányosan kell, hogy egy irányba haladjon, legalábbis a reményünk ezt táplálja. Ugye, hiszen annak idején, amikor én is elindultam azon a bizonyos kutatói pályán, nem csak az előbb hangzottakban lehet azt hallhatták, hanem én is mondhatom azt, hogy az akkor kapott téma lett a doktori dolgozatomnak a témája. Tehát azok a hallgatók, amelyek tőlünk vagy általunk segítségünkkel témát kapnak, itt sokkal, de sokkal magasabbra teszik a mércét, mint ami általában egy BA-s vagy MA-s szakdolgozatnál kötelező jelleggel a tanulmányokban elő van írva. Nagyon fontos az is, hogy a TDK nem csak egy egyéni munka. Ugye nem csak arról szól,
hogy az oktatók és a kollégák és a diákok kettesével, párosával, hármasával egy-egy dolgozaton 2-3 éven keresztül együtt munkálkodnak, hanem a TDK kell, hogy legyen egy közösségi élmény is. Ezeket a kutatásokat jó, hogyha kutatócsoportokba rendezzük, vagy legalábbis egy közös elv az, ami meghatározza az itt születő munkákat. Ezért, amikor hát a 2000-es éveknek a közepén már az itt jelenlévő kollégákkal együtt munkálkodtunk a TDK-n, akkor azon gondolkodtunk, hogy hogyan lehetne megújítani ezt a szervezetet, akkor kitaláltuk egy nemzeti tehetségprogramhoz kapcsolódóan egy kutatóműhely hálózatot. Ugye most már, miután ez kiépült, a TDK úgynevezett TDK körökben folytatja a munkáját. Ugye tanszékeken, intézetenként rendeződött egy-egy TDK kör, és ez a struktúra, ez már lassan 8 éves, és azt hiszem, hogy azok az eredmények, amelyekről Reichmann Angelika tanárnő beszélt, tehát az elmúlt 6 évnek az eredményei, valahogy ennek a struktúrának az eredményei is. Hiszen látható, hogyha a statisztikai adatokat nézzük, mekkora ugrás figyelhető meg az elmúlt évekhez képest, tehát az elmúlt évtizedekhez képest ebben a TDK tevékenységben. És azt hiszem, hogy ebben a munkában az itt jelenlévők oroszlán részt vállaltak. Most amikor ez a tehetségkörök, tehetségműhelyek kialakultak, akkor szerencsénk volt abban a tekintetben, hogy az Európai Uniós pályázatok úgy kerültek kiírásra, hogy mindig kezdetben be lehetett csempészni egy kicsit a tudományos diákkori munkát. Annak idején a TAMOP 411-es pályázatban a TDK ennek egy nagyon kis szelete volt ennek a hatalmas nagy pályázatnak, de az már nekünk arra jó volt, hogy a kialakított rendszert egy kicsit erősítsük, és hát ennek megfelelően tovább folytassuk a munkát. Majd eljutottunk a következő pályázati ciklushoz, és kiírásra került a TAMOP 422B per 10-es pályázat, ugye amelyre már egy önálló TDK és szakkollégium pályázatot tudtunk készíteni, és annak előkészítésében már a korábban létrejött szervezeti kereteket tudtuk felhasználni. Most minden egyes ilyen pályázatnál kulcsfontosságú az elődöknek az eredményei, hiszen annak megfelelően tud tudtunk a pályázatban hát szakmai tervet készíteni, és annak megfelelően tudtunk anyagi támogatást kérni. Most ez az első, tehát itt most az első konkrétan TDK szakkollégium TAMOP, az egy 40 milliós pályázatot jelentett az Eszterházy Károly Főiskola számára. Ez egyébként a beugró kategória volt, ennél csak többet lehetett volna pályázni. De ugye akkor már ebbe a pályázatba bekapcsolták a doktori iskolákat is. Abban az időszakban nem volt az Eszterházy Károly Főiskolának olyan doktori iskolája, amelyben már doktorandusz hallgatók lettek volna benne. A pályázat elkészítésekor a Történettudományi Doktori Iskola akkreditációjan sikerrel lezárult, de még a képzés nem indult el. Most amikor ezt a TAMOP 422B per 10-es pályázatot lezártuk, akkor azt tudtuk mondani a végén, hogy a bekapcsolódó hallgatóknak a száma az növekedett, és ezzel párhuzamosan, ami ebből egyáltalán nem következik, a díjazott hallgatók száma is egy jelentősen nőtt. Aztán eltelt egy jó másfél év, és ennek a 422-nek nem volt folytatása, de idén hát kiírták az újabb pályázatot, ugye ez a 15-ös kódszámot viselő pályázat, ugye amelyben már TDK-val, szakkollégiummal és két doktori iskolával tudtunk pályázni. Most, hogy a méreteket érzékeljük, ez egy 160 milliós pályázat, tehát négyszeresére nőtt
a lehívható pénzeknek az aránya, vagy száma, és ez bizony igen jelentős, hát előzetes munkát feltételezett, és hát nyilvánvalóan nagy lehetőségeket kínál a következőekben is. Most ez lesz az a pályázat, amelyen belül meg fogjuk oldani a résztvevő diákoknak és a kollégáknak a díjazását. Tehát úgy építettük föl magát a pályázati rendszert, hogy ebben szerepel egy úgynevezett Út a doktori iskolába program. Az Út a doktori iskolába program kifejezetten a TDK ösztöndíjnak az új elnevezése. Pontosan azért találtuk ki ezt a nevet, hogy rávilágítsunk arra, hogy a TDK igazából egy rendkívül fontos lépés a hallgatók számára, de csak egy első lépés azon az úton, ami minket, önöket a doktori iskola, a doktori iskolák felé vezeti. Kívánom mindenkinek azt, hogy ezen az úton haladjon előre sikerrel, és vagy intézményünkben, két doktoriskolánkban, a neveléstudományi doktoriskolában, vagy a történettudományi doktoriskolában, vagy egyéb más felsőoktatási intézményben tudjanak doktori képzést folytatni, és sikerrel azt lezárni, és a végén a mostani munkájukra épülően egy fokozatot szerezni. A másik fontos eleme ennek a pályázatnak, hogy nyilvánvalóan mindenki egy-egy művel, munkával, tudományos munkával, vagy művészeti alkotással érte el azt a sikert, amellyel főiskolánk hírnevét a magyar felsőoktatáson belül öregbítette. Ezeknek a munkáknak a megjelenéséhez nyújtunk még támogatást, ami érinti a résztvevő diákokat, és érinti az őket mentoráló tanárokat. Tehát az elkövetkező napokban majd bombázni fogják önöket, hallgatókat és tanárkollégákat mindenféle szerződésekkel és teljesítésigazolásokkal, amelyek kitöltése szükségettetik ahhoz, hogy a támogatást önökhöz eljuttassuk. Ez, ha úgy tetszik, kijár mindenkinek. És szeretnénk azt, hogyha ezek a források, amelyek a jelen esetben a tudományos diákkörben megjelennek, olyan katalizátorok legyenek, amelyek a pályázat rövid határideje után is tartják a lendületet, a lelkesedést, kollégákban és a diákokban egyaránt. És ezekre az eredményekre majd a következő pályázatokat is rá tudjuk építeni, vagy hogyha nem tudunk rá pályázatot építeni, mert hát ugye nem csak pályázatból áll a világ, akkor a hétköznapok munkáját tudjuk ráépíteni, hiszen nagyon jól tudja mindenki azt, hogy alapvetően ez az egész munka nem az anyagi oldalról szól. Ha csak erre lennénk tekintettel, akkor igazából valószínűleg üres lenne ez a terem, hiszen sokkal, de sokkal egyszerűbben lehet pénzhez jutni a mai világban. Amit önök tesznek, diákok és kollégák, az rendkívül nagyra becsülendő. Még annyit tennék hozzá így a végén ehhez a rövid köszöntőhöz, vagy beszédhez, vagy előadáshoz, hogy az Eszterházy Károly Főiskola jelenleg egy ötkarú intézmény. Amikor a statisztikákat átnéztük annak idején, akkor egy nagyon érdekes dologra lettünk figyelmesek, és azóta ezt időről időre büszkén ismételjük. A mi diákjaink általában 12-13 szekcióban szerepelnek az ország teljes egészében. Hogyha a nappali tagozatos hallgatókhoz viszonyítjuk a résztvevőknek az arányát, akkor olyan 4-5% az, aki a TDK mozgalomban részt vesz. Ha a győzteseket ebből kiemeljük, akkor az olyan 1% körüli arányt szokott mutatni. Na most ezek a számok miért lényegesek? Ezek a számok azért lényegesek, mert ezek a tudományegyetemnek a
a számai. Tehát amikor a magyar felsőoktatást TDK kapcsán vizsgálták, akkor azt találták mondani, hogy a 10 szekció fölött 5%-os részvétellel, nagyjából 1%-os díjazási arányjal csak a tudományi egyetemek tudnak versenyre kelni, és azt lehet mondani, hogy egyetlen egy főiskolaként ott vagyunk mi velük együtt, és ez bizony nem csak azt mutatja, hogy jó munkát végeznek a TDK-zó hallgatók és a tanárelnökök, hanem azt is mutatja, hogy bizony az intézményünk egyetemi szintű képzést folytat, és ez ilyen profán számokban is megjelenik, nem csak egy olyan felemelő helyen, mint az Eszterházy Károly Főiskola dísztermében, a vizsgateremben, a disputateremben, ahol doktori védések is zajlanak, és reméljük, hogy minél többen fognak majd itt önök közül védeni, vagy ilyen védéseken részt venni. Köszönöm, hogy meghallgattak, és további sok sikert kívánok mindenkinek. Köszönjük szépen az áttekintést és az ösztönző szavakat. A következőkben minden bizonnyal egy nagyon izgalmas előadás részesei lehetünk. Kommunikáció és tudásközvetítés támogatása informatikai eszközökkel egy akadályokkal teli világban címmel tart előadást Almádi Csaba, Almádi Péter, Gregus Tamás és Tajti Tamás. Témavezetőjük dr. Geda Gábor főiskolai docens. A fiatalok a tanulás és tanítás módszertani tudástechnológiai szekció informatika és média pedagógia tagozatának első helyezését érték el. Hallgassuk meg most őket. Tisztelt hallgatóság, Gregus Tamásnak hívnak, és a következőkben a kommunikáció és tudásközvetítés támogatása informatikai eszközökkel, egy akadályokkal teli világban című pályamunkánkat szeretnénk bemutatni. Ez a négy fogalom, vagyis a kommunikáció, a tudásközvetítés, az informatika, illetve az akadályok, azért vannak kiemelve, mert ezeket tartjuk a témánk alappilléreinek. Ketten a projektben programtervező informatikus hallgatóként, ketten pedig végzett informatika tanárszakos hallgatóként vettünk részt. Ezen a dián összefoglaltuk előadásunk fő pontjait. Az eredmények pontban szeretnénk működés közben bemutatni az általunk fejlesztett eszközöket és ezek funkcióit. Az elmúlt néhány évtized során a különféle nemzetközi mérések rámutattak arra, hogy az oktatási rendszerünk számos pozitívum ellenére nem mondható hibátlannak, amennyiben arra gondolunk, hogy az oktatást tekinthetjük a legnagyobb vállalkozásnak, a jellegéből, illetve az összetettségéből fakadóan sejthetjük azt, hogy nehezen képes alkalmazkodni a változó lehetőségekhez, illetve az igényekhez. Amennyiben arra gondolunk, hogy az informatika óraszám jelentősen lecsökkent az elmúlt néhány év során, sejthetjük, hogy fokozottan jelentkeznek ennél a tantárgynál ezek a problémák, valamint a különféle nemzetközi méréseket nem látás, illetve hallássérült tanulók töltötték ki, de sejthető, hogy az ő esetükben szintén halmozottan jelentősen fordulnak elő kiküszöböletlen akadályok. Az információ jelentős részét látás útján szerezzük, mintegy 80%-át, és különösképpen fontos a hallás is ebben az esetben. És hát több ezer emberről van szó, akinek a helyzetével érdemes, illetve kötelességünk foglalkozni. És ismerjük meg a projektben további résztvevő kollégáimat, akik fejlesztésben részt vettek az elmúlt néhány hónap, illetve évek során. Átadnám a szót Almádi Csabának. Köszönöm, és én is üdvözlök mindenkit. Engem Almádi Csabának hívnak, és testvéremmel, Péterrel együtt programtervező informatikus hallgatóként, illetve fejlesztőként vettünk részt a projektben. Mindketten látássérültek vagyunk, míg azonban én
19 éves koromig az egyik szememre 5%-osan láttam, addig Péter már születésekor elvesztette a látását. És az, hogy én a középiskola utolsó évében vesztettem el teljesen a látásomat, az jelentősen megnehezítette hát mindenek mellett az érettségéről felkészülést is, de hála a felolvasó szoftvereknek tudtam alkalmazkodni ezekhez a helyzetekhez, és jó eredményekkel tudtam abszolválni a középiskolát, és folytatni tudtam a tanulmányaimat. Péter is hasonlóképpen cselekedett, és a tapasztalataink, illetve a véleményünk megegyezik abban, hogy a látássérültek számára az egyik legnehezebben elsajátítható tudományterület az a matematika. Még azoknak is, akik korábban láttak, én ugye például ilyen vagyok, hogy a középiskola, illetve az általános iskola alatt látóként tanultam a matematikát, tehát láttam a vizuális részét, az alakzatokat, a geometria részét, de még a főiskola alatt így is rettentően küzdök én is a matekkal. El lehet képzelni, hogy akkor Péter, aki soha életében nem látott matematikával kapcsolatos dolgokat, mennyire vagy mekkora fejtörést okozhat ez neki. Ugyanakkor mindezek mellett is a nyilvánvaló nehézségek ellenére azt gondolom, hogy teljes életet tudunk élni. Ez bizonyítja az is, hogy többek között programozó versenyeken veszünk részt, illetve aktívan sportolunk, vagy hogy más nem említsek, Péter például a Vöröskeresztben is még aktívan tevékenykedik. Köszönöm. Péter és Csaba annak dacára, hogy ilyen nehézségekkel küzdenek, teljes értékű munkát tudtak végezni a fejlesztés során. Stephen Hawking azt mondta, hogy észrevettem, hogy még azok az emberek is, akik arra hivatkoznak, hogy minden eleve elrendeltetett, és semmit sem tehetünk a képen, hogy megváltoztassuk ezt, még ők is szétnéznek az úttesten, amikor átkelnek. Stephen Hawking életútját bizonyára sokan ismerjük, nem sok jövőt, illetve rövid életutat jósoltak neki, lebénult majdnem teljes mértékben, és ennek ellenére is számos sikereket ért el az elmúlt néhány évtized során. Én és Tajti Tamás informatikatanár MA szakosként végeztünk az Eszterházy Károly Főiskolán, ennek során lehetőségünk nyílt órákat tartani, és amellett, hogy én grafikus modellezést tartottam a Matematika és Informatika Intézetben, a robotika alapjai gyakorlatot vezettem Péternek és Csabának, melynek során szembesültem az ő nehézségeikkel, és amellett, hogy kiváló munkát végeztek, úgy gondoltuk, hogy jó lenne csapatot alapítani, és ekkor merült fel egy eszközfejlesztés is, egy eszközfejlesztési ötlet is. Megnéztük a korábban elérhető hagyományos segédeszközöket, melyeket a látássérültek használnak. Látható, hogy vannak olyan eszközök, amelyeket mi is használunk, illetve hasonlatosakat, amelyek a normál képességű emberek számára is használva vannak, valamint olyan eszközöket is felsoroltunk, melyek merőben eltérnek ezektől. Amellett, hogy számos felolvasó szoftvert is használnak a látássérültek, léteznek olyan kezdeményezések, ahol különféle elektronikai segítségnyújtás során például tapintható ultrahangos kijelző, illetve elektromosság hatására változó műanyagok segítségével próbálják a környezetet jobban megérthetővé tenni a látássérültek számára. Amint említettem, vannak hagyományos segédeszközök, az egyik ilyen ez a fóliás rajztábla, melynél lehetőség van belekarcolni ebbe a fóliás rajztáblába a különféle rajzokat, viszont ezek egyszer használatosak, és hát bár sok ilyen eszköz elérhető, mint ahogy ez is, sok esetben akadályoztatva van a hozzáférhetőség, és ebben az esetben is az ár egy igen fontos akadályoztató tényező. Mint látható, elég magas árral rendelkeznek. A Braille kijelző arra alkalmas, hogy az elektronikus szövegeket egy ilyen tapintható Braille ABC-vel jelenítik meg, és ennek során olvashatóvá teszik ezeket a
szövegeket. Látható, hogy ebben az esetben is igen magas árakkal rendelkeznek ezek az eszközök. Az ember hallott minták alapján tanul meg beszélni. Amennyiben ebben akadályoztatva van, szintén segédeszközökre van szüksége, és léteznek olyan eszközök, amelyek a nehezebb beszédtanulásukat, illetve beszédértésük, kommunikációjukat teszik dinamikusabbá, illetve egyértelműbbé az emberek számára. A jelnyelvi karaktereket például a halló emberek sok esetben nem ismerik, és ilyen esetekben például rendkívül hasznos segédeszközök találhatóak a piacon. Léteznek olyan segédeszközök is, súlyosabb esetben, amelyek műtéti beavatkozást igényelnek, egy ilyen eszközt lehet most látni ezen a kivetítőn. És úgy gondoltuk a meglévő eszközök alapján, hogy két irányban kellene folytatni a kutatást, a hallás, illetve a látássérültek számára. Szerettük volna az oktatásukat és a kommunikációjukat segíteni ezzel, ezért egy multifunkciós kesztyűt, valamint egy hanggal, hangsegítségével, tehát hangot állít elő ez a rajzoló alkalmazás, amit még fejlesztettünk okostelefonra. A multifunkciós kesztyűben, melyet egyébként Exoclave névre kereszteltünk, szerettünk volna olyan funkciókat megvalósítani, amelyek általános probléma megoldást tesznek lehetővé. Néhány olyan alkalmazást is fejlesztettünk egyébként, melyek az oktatásban használhatóak, ilyen például a zongora, a szolmizáció, illetve a jelnyelvi funkció, az utóbbi pedig képes a jelnyelvi jelek hangá alakítására. A korábbi eszközöknél egy nagy hátrányt jelentett, hogy egy külső eszköz bevonását igényelte a működéshez, valamint korlátozottan voltak felhasználhatóak, általában egy célterületre jöttek létre. És amellett, hogy mi szeretnénk népszerűbbé tenni a különféle olyan tantárgyakat, amelyek nem annyira kedveltek a diákok körében, a fejlesztést meg is alapoztuk néhány oktatásbeli dokumentum segítségével. Bár megemlítettünk néhány módszertani javaslatot a dolgozatban, úgy gondoltuk, hogy a jövőben jó pár további módszertani javaslatot szeretnénk kidolgozni, valamint más területekre is szeretnénk bevonni az eszközt. És a fejlesztés összesen egyébként két irányban folyt. Amellett, hogy mi hardvert építettünk, különféle szoftvereket is fejlesztettünk, ugye ezek egyrészt a kesztyűnek a vezérlő szoftverét tartalmazzák, valamint az okostelefonos, illetve az asztali alkalmazásnak a programját. Középen látható az Arduino Lilipad, amely egy prototipizáló eszköz, egy olyan hardver, ami lényegében egy kisméretű számítógép, és ez képes értelmezni a különféle rácsatlakoztatott szenzoroknak a jeleit. Bal oldalon látható két ilyen hajlítás szenzor, eredetileg több ilyen van a kesztyűben, ezek képesek az ujjak relatív pozícióját meghatározni, mérni, valamint egy kijelzőt is lehet látni. Jobb oldalon pedig egy külső eszközökkel való kommunikációt lehetővé tevő Bluetooth modul látható, valamint egy hangfeldolgozó egység. Ezeken a képeken a kesztyű evolúcióját lehet látni az elmúlt néhány év során. És most átadnám a szót Almádi Csabának. Én pedig akkor bemutatnám a Loud Painter névre keresztelt hangos rajzoló alkalmazást. Ennek a fejlesztésnek az a célja, hogy a látássérültek számára nem értelmezhető ugye elsősorban vizuális jellegű információkat számukra is befogadhatóvá, elsajátíthatóvá tegyük. Ennek okán az alkalmazásban elkészített egyszerű vonalas ábrák, rajzok átalakításra kerülnek ugye hangá, és ezáltal próbáljuk segíteni például a korábbiakban említett matematika tanulását. Az elkészített rajzok lehetőségünk van ugye elmenteni, később szerkeszteni, illetve ugye akárhányszor lejátszani, de az alkalmazásba kerültek beépítésre alapesetben is rajzok, így azokat betöltve is meg tudjuk hallgatni, hogy néz ki például egy négyzet.
Az oktatásban kiváltképp szerettük volna használhatóvá tenni, ugye, hogyha már ez a célja, így a diákok körében elterjedt hardvereszközökre alapoztunk, ezért készült el számítógépre, asztali alkalmazás formájában, illetve mobileszközökre, ugye mobil applikáció formájában. Egyik esetben a számítógép esetében ugye a billentyűzetet, előnyeit és kényelmét szeretük volna kihasználni, míg a mobileszközök esetén az érintőképernyőn van lehetőség rajzolni, így mindkét platformon tud rajzolni a felhasználó. A két platform között az átjárhatóságot biztosítottuk, tehát az egyik eszközön elkezdett rajzot a másik eszközre át tudjuk tölteni, és ezáltal ott újfent meghallgatható, vagy éppen módosítható, szerkeszthető. A gyengénlátókra is figyeltünk, hiszen ugye nem csak azok számára készült ez, akik semmit sem látnak, így a vonalnak a vastagságát, a rajzvonalának vastagságát, illetve a vonal színét vagy a háttérszint is lehet állítani, ezáltal igyekezve kényelmesebbé tenni a gyengénlátó felhasználók számára is az alkalmazást. Számos kísérlet is megelőzte a fejlesztést, itt elsősorban a térhangzás előállítására fordítottunk nagyobb figyelmet, hogy ezt hogyan is valósítsuk meg. Ezt holofóniával szerettük volna elérni, de az általunk használt eszközökből adódóan az eredmény nem lett megfelelő, így végül is azt a módszert követtük, hogy a bal, illetve a jobb oldali hangszóró hangerejét, illetve a balansz értékét állítjuk, és ezzel képezünk térhangzást. Ezeken a képeken a különféle kutatók éjszakájákon, illetve a Linkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménybeli Programon mutattuk be a kesztyűt, illetve a telefonos alkalmazást. Itt még egy anyuka is kipróbálta egyébként. Ezen a videón pedig a kesztyűnek a menüje látható működés közben. Itt egy üdvözlő üzenet van, amely üdvözli a felhasználót, és ezt követően egy jelszót kell beírni, ezzel igazából csak meg szerettem volna azt mutatni, hogy ilyenre is lenne lehetőség. És ezt követően az ujjak mozgásával lehet a menüben navigálni, illetve különböző funkciókat kiválasztani. Itt két videó látható. A baloldali videó a telefonos alkalmazásban való navigációt lehet nyomon követni. Ugye itt a navigáció gesztusok segítségével történik, egy felolvasó programmal. És itt vannak néhány beszúrt alakzatot is lehet látni. Jó, a másik videó pedig a rajzolás folyamatát mutatja be. Egy kicsit a hang le van maradva egyébként a képtől. Ezen a képen az asztali alkalmazást lehet látni, itt egy beszúrt, illetve egy rajzolt alakzat látható. Létrehoztunk egy akadálymentesített kérdőívet, ezek a vélemények a kérdőívből lettek kiragadva, és igazából a kitöltők száma tekinthető reprezentatívnak, hogyha arra gondolunk, hogy néhány ember, néhány hallás, illetve látássérült nem biztos, hogy rendelkezik internet hozzáféréssel, valamint nem biztos, hogy kezelni tudják a számítógépet. A jövőben számos fejlesztést szeretnénk a két fejlesztett eszközön véghez vinni. Tulajdonképpen egy támogatói, illetve egy ilyen módszertani javaslati rendszert szeretnénk kiépíteni a jövőben, valamint az a tervünk, hogy interaktív táblákkal való kommunikációt tegyünk lehetővé a telefonosa, illetve az asztali alkalmazással, illetve fizikai törvényszerűséget is szeretnénk szemléltetni a telefonos, illetve a másik alkalmazásban. A kesztyű segítségével pedig a virtuális valóság irányába szeretnénk belépni a jövőben. Nem tudom, hogy
bizonyára sokan ismerik a Leonardo modellező eszközt. Valami hasonlót szeretnénk megvalósítani mi is, egy sokkal intuitívabb, magától értetődőbb használat során, melynek során gyakorlatilag a virtuális objektumot tudnánk szobrázkodni. Jó, köszönjük a figyelmet. És még szeretném működés közben is bemutatni a kesztyűt. Bekapcsolás után be tudok lépni a menübe. Ugye az ujjaim behajlításával tudok belépni a menübe. Illetve itt a navigációt is a mutató ujjammal, a másik ujjammal vagyok képes. És akkor jelen esetben a robottal való kommunikációt fogom megvalósítani. Itt a csatlakozás eltart egy kis ideig. És az ujjaim segítségével tudom irányítani. Középső ujjammal tudok előre menni, szélső ujjammal megállni, illetve hátrafelé is tudok menni, valamint tudok jobbra-balra fordulni. Emellett más funkciók is vannak. Ahogy korábban említettem, a jelnyelvi funkciót szeretném most bemutatni. Ez az O karaktere egyébként. Ez a T. Ez a D. És ez pedig a K karaktere. Tehát így az OTDK karakterét el tudom lényegében hanggal játszani. Jó, még egy funkciót szeretnék megmutatni, a szolmizáció. Jó, akkor köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen az érdekes, izgalmas bemutatót, reméljük, hogy sok hasonló, innovatív és újszerű kezdeményezés szökken még szárba itt az Eszterházy Károly Főiskolán, és a munkájukhoz további kitartás támogatókat kívánunk. Kedves vendégeink, most pedig elérkezett a pillanat, hogy az OTDK-n sikeres hallgatóink és az őket támogató témavezetők átvehessék az OTDK-n nyújtott teljesítményük elismerését őszolgáló oklevelet. Felkérném dr. Ollé János rektorhelyettes urat, illetve dr. Reichmann Angelikát, az FTDB elnökét, hogy fáradjanak ide az oklevelek átadásához. A hallgatókat és a témavezetőket is kérném. Többen jelezték számunkra, hogy egyéb elfoglaltságuk miatt sajnos a mai napon nem tudnak részt venni ezen a rendezvényen. Természetesen a taps nekik is jár, úgyhogy az ő nevük is elhangzik, és az okleveleket pedig eljuttatjuk nekik. Elsőként szólítanám Rózsa Sándort, aki a Bölcsészettudományi Kar képviseletében a Humántudományi Szekció újkori magyar történelem tagozat első helyezését hozta el, témavezetője dr. Pap József tanszékvezető főiskolai tanár. Sejei Diánát szólítanám, aki úgy szintén a Humántudományi Szekció koraújkori magyar történelem második helyezettje lett. Az ő felkészítője dr. Gebei Sándor tanszékvezető egyetemi tanár.
Balogh Gergőt várjuk ide, aki úgy szintén a humántudományi szekció 20. századi magyar irodalom 3. helyezettje lett, dr. Habil Bednanics Gábor főiskolai docens témavezetővel. Ő majd akkor a későbbiekben veszi át. Szabó Dórát kérnénk, aki amerikai és kanadai irodalom és kultúra tagozatban az 3. helyezett lett, dr. Szatmári Judit főiskolai docens témavezető segítségével. Gratulálunk! Bánkuti Gergő, a művészeti és művészettudományi szekció festészet tagozatán első díjas lett, dr. Erős István tanszékvezető egyetemi docens téma vezetésével. Gratulálunk! Ide szólítanánk Egervári Júliát, aki ugyanebben a szekcióban szobrászat tagozaton úgyszintén első helyezett lett, úgyszintén dr. Erős István tanszékvezető egyetemi docens téma vezetése mellett. Gál Klaudia, a művészeti és művészettudományi szekció tervező grafika tagozatán első helyezést ért el, témavezetője Süli Zakar Szabolcs volt. Kis Prumik Zoltán, a festészet tagozaton első díjat hozott el, Kopasz Tamás főiskolai docens témavezető segítségével. Ide szólítanám Lipkovics Pétert, aki a művészeti és művészettudományi szekció szobrászat tagozat első díját nyerte el, dr. Erős István tanszékvezető egyetemi docens témavezetővel. Heisman Bernadett, a művészeti és művészettudományi szekció képgrafika tagozatán második helyezett lett, Süli Zakar Szabolcs témavezető segítségével. Gratulálunk neki is. Ismételten szólítanám Lipkovics Pétert, aki a festészet tagozaton második helyezést ért el, Kopasz Tamás főiskolai docens segítségével. És ha már itt van, ne menjen el, kedves Péter, mert hogy a képgrafika tagozaton is sikerült egy második díjat begyűjteni Kótai Tamás főiskolai docens témavezetésével. Gratulálunk! A következő hallgató Pócsik Borbála, aki tervezőgrafika tagozaton második helyezett lett, Szigeti Gábor Csongor tanár segítségével. Ozsvát Sárát szólítanám, aki a festészet tagozat 3. díjazottja lett, F. Balogh Erzsébet főiskolai docens volt a témavezetője. Erzsébetet megkérnénk, hogy maradjon itt, hiszen Szenográdi Szabina festészet tagozaton 3. helyezett lett, és úgy szintén ő volt a témavezetője. Gratulálunk! A következő hallgatónk Wimmer László, aki tervezőgrafika tagozaton 3. helyezett lett, dr. Habil Csontó Lajos egyetemi docens témavezető útmutatásával. Hegedűs Eszter, Osgyán Gergő, Huszár Dávid és Hortobágyi Tamást szeretném ide szólítani, vagy valamelyik őket, akik a művészeti és művészettudományi szekció animáció tagozatának külön díját hozták el, Sipos Levente témavezető felkészítésében. Egyik őjük sincs itt. Mátrai Júlia a következő díjazott hallgatónk, aki a művészeti és művészettudományi szekció úgyszintén külön díját hozta el, Szigeti Gábor Csongor témavezetővel. Négyesi Ádám képgrafika tagozaton külön díjat érdemelt, szintén Szigeti Gábor Csongor tanár segítségével. Köszönöm.
A Comenius kar képviseletében Simcsák Huba, a tanulás és tanítás módszertani tudástechnológiai szekció harmadik helyezettje lett, dr. Sándor Zsuzsa főiskolai docens volt a témavezetője. Ezúton is gratulálunk mindkettőjüknek. Forgó Fruzsinát szólítanám, aki a GTK képviseletében a közgazdaságtudományi szekció turizmusgazdaságtan tagozatán első helyezett lett. Témavezetője dr. Tótné Igó Zsuzsanna mestertanár. Hegedűs Georginát szólítanám, aki úgy szintén a közgazdaságtudományi szekció környezetgazdaságtan fenntartható fejlődés tagozatán a második helyezést érte el. Témavezetője dr. Táncos Tamás főiskolai docens, valamint Csugány Julianna tanársegéd volt. Nagy Biankát szólítanám, aki had- és rendészettudományi szekcióban biztonság- és védelempolitika gyakorlata tagozaton külön díjas lett, témavezetője dr. Varga György, főiskolai docens. Baranyi Diánát szólítanám, aki a TKTK pedagógia, pszichológia, andragógia és könyvtártudományi szekció nevelésszociológia és oktatáspolitika tagozat első díjasa lett, felkészítője, témavezetője Fekete Ilona Dóra tanársegéd. Következő díjazott hallgatónk Vad Anna, aki ugyanebben a szekcióban szociálpedagógia tagozaton szintén első díjas lett, témavezetője dr. Hadnagy József főiskolai docens. És még egyszer jár a taps, hiszen Veréb Lillát ugyanezen a tagozaton a második díjhoz juttatta a Hadnagy József főiskolai docens. Gratulálunk! A következő díjazottunk Kanovszki Renáta Anikó, aki a szociálpedagógia tagozat külön díját érdemelte ki, témavezetője dr. Hanák Zsuzsanna főiskolai tanár. Kelemen Kristóf, a közművelődés tagozat szintén külön díját nyert el, témavezetője dr. Simándi Szilvia főiskolai docens. Ide szólítanám Tóth Henriettát, aki a könyvtártudomány tagozat külön díját nyert el, témavezetője dr. Verók Attila főiskolai docens. Szintén díjazott hallgatónk Vince Alina, aki a videoművészet tagozat első helyezettje lett, felkészítője Bollók Csaba főiskolai docens. Szetlik Péter az animáció tagozaton második helyezést ért el, témavezetője dr. Tóth Tibor főiskolai docens volt. Körmendiné Pók Zsófia társadalomtudományi szekció művelődés, történet és elmélet tagozatán külön díjat érdemelt ki, témavezetője dr. Verók Attila főiskolai docens. És nagy tapsot kérnénk még egyszer Gregus Tamásnak, Almádi Péternek, Almádi Csabának és Tajti Tamásnak, akik az előbb említett tanulás és tanításmódszertani tudástechnológiai szekció informatika és médiapedagógia tagozat első díját hozták el. Témavezetőjük dr. Geda Gábor főiskolai docens. Gratulálunk!
A testnevelés és sporttudományi szekció, a testnevelés és sporttársadalomtudományi kérdései tagozat első helyezettje lett Nagy Petra, a témavezetője dr. Szatmári Zoltán egyetemi docens. Bozóki Tamás szólítanám, aki a biológia szekció faunisztika külön díját hozta el Boda Pál tudományos munkatárs témavezetésével. Radnai Zsófia, úgy szintén a biológia szekcióban növényökológia tagozaton külön díjas lett, dr. Dulai Sándor főiskolai tanár témavezető. Ide szólítanám Szabó Lillát, a biológia szekció mikrobiológia tagozat külön díjasát, témavezetője dr. Juhász Ákos tudományos munkatárs. Márton Ivettet kérném, aki a fizika, földtudományok és matematika szekció társadalom-földrajz tagozatán külön díjas lett dr. Dobos Anna főiskolai docens témavezetésével. És végül, de nem utolsó sorban Bóka Zsombort szólítanám, aki a humántudományi szekció irodalom és vizualitás tagozat első díjasa lett. Úgy tudom, talán ő ma nem tud részt venni, viszont nagy tapsot kérnék témavezetőjének, dr. Habi Reichmann Angelikának. És végül, de nem utolsó sorban a záróbeszéd megtartására felkérném dr. Ollé János tudományos és nemzetközi ügyekért felelős rektor helyettes urat. Kedves kollégák, ez a mai nap, ez nem más, mint az intézményesült kíváncsiságnak, az eredményeinek valamilyen szép ünnepnapja. Bízom benne, hogy még sok ilyen ünnepnapunk lesz. Itt különböző kutatási területről, különböző jártassággal rendelkező kutatók gyűltek ma össze, hogy megünnepeljük ezeket az eredményeket. Ezek nagyon fontos és nagyon szép eredmények. A legfontosabb azonban, és ami nagyon szorosan összeköti a teremben ülőket, ez a kíváncsiság. A kutatói erények közül talán a legfontosabb. A mai kor kihívásainak csak akkor tud a tudományos kutatás megfelelni, ha valamilyen formában intézményesül. Néha ez olyan jól sikerül, hogy háttérbe szorul mellette az őszinte kíváncsiság, a világra való rácsodálkozás, legyen az akár egy látható vagy vélelmezett akadályokat leküzdő varázskesztyű, legyen az akár szintetizáló mohák a sejt működésének a jelensége, vagy éppen történelmi személyisége kapcsolódási hálózatának a feltérképezése. Még különböző területeken próbáljuk megismerni a természet, a társadalom, a környezetünk jelenségeit, magyarázatokat, szabályszerűségeket, törvényszerűségeket kialakítani, hogy ezt a mostani világot valamilyen szinten jobbá tegyük. Ebben a legfontosabb motivum egy kutató számára a kíváncsiság. Ez egy olyan pillanat, amikor különböző tudományterületek képviselői együtt jelen vannak egy teremben. Érdemes megnézni egymást, érdemes átérezni ezt a közös pillanatot. Később ez egyre inkább differenciálódni fog, és egyre inkább csak távolról figyeljük majd azt, hogy vajon a többieket, az előbb említett érdekes kutatási témák miért foglalkoztatják, mi az, ami nekik probléma, mi az, ami hipotézis, mi az, amihez eszközöket keresnek, kérnek, és hát próbálják ugyanazt a világot valamilyen szinten jobbá tenni. Egy olyan közösségnek a tagjai, amely ebben az intézményesült folyamatban most talán az első lépéseket teszi, és egy nagyon fontos, nagyon jó pillanat ez a díjazottak életében. Ne felejtsék el ezt a kíváncsiságot, még alapmotívumot. Az Esterházy Károly Főiskolán a tudományos kutatásokban az az idealisztikus modell, hogy legyen egy jó téma, ahol egyaránt kaphat kutatási feladatot egy professzor, egy doktori fokozattal rendelkező tapasztalt kutató, egy doktorandusz,
és épp úgy teljes jogú csapattag lehessen egy tudományos diákköri munkát, vagy akár egy szakdolgozati témát az adott témához, adott kutatáshoz kapcsolódóan kidolgozó fiatal kollega. Különböző pályázati források jönnek és mennek, ez a modell azonban meglehetősen erős, és úgy is mondhatnánk, hogy az intézmény életében örök. Egy egyetemmé váló főiskola esetében nagyon fontos, hogy pályázati forrásokon és konstrukciókon lényegesen messzebb lássunk. Ez egy fenntartható folyamat. Ezek a tudományos kutatói műhelyek nem csak megfelelő hátteret, eszközrendszert, hanem olyan kiváló reflektív környezetet is szolgáltatnak a kutatójelöltek számára. Egy olyan környezetet, amiben ha szocializálódnak, akkor biztos, hogy nem fogják elfelejteni azt, hogy erre a kíváncsiságra, mint alapelvre mindig érdemes odafigyelni. Akár díjakat kapunk, akár pályázatokat nyerünk, akár örülünk, de a meghatározó alapmotívum, hogy rá tudjunk csodálkozni a világra, és a kíváncsiság töretlen maradjon. Nagyon jó, hogy ilyen ünnepi pillanatok vannak. Ezek után szinte ünneprontás lenne azt mondani, hogy most már vissza kell menni a laborba, a könyvtárba, és folytatni kell a munkát, hogy következő hasonlóan eredményes, sikeres TDK sorozat zárásaként ismét összejöjjünk, és egy picit örüljünk egymásnak. Ezeknek a nehéz, küzdelmes pillanatoknak, aminek a látható eredményei most itt vannak, de a láthatatlan eredmények tovább viszik a tudományos kutatásoknak a folyamatát. Köszönjük szépen mindenkinek, hogy eljöttek, nagyon szép pillanatok voltak, nagyon jó kis nap volt, további sok sikert, jó munkát mindenkinek! Thank you.